Az előszobában mindenkinek van saját fogasa. Ma érkezett egy új társatok. Emily elefánt. Szia, Emily! Sziasztok! Emily egy kissé félénk. Ki mutatja meg neki, hogy hova akassza a kabátját? Ácsi, egy elég. Peppa, megmutatod Emilynek, hogy hova tegye a kabátját? Igen, Gazella néni. Mindenkinek van saját akasztója. Ez a tiéd, Emily. Emily a saját fogasára akasztja fel a kabátját. És most, Emily, mit szeretnél csinálni? Festeni, gyurmázni vagy építőzni? Nem is tudom. Talán építőkockázni. És a többiek? Festeni, gyurmázni vagy építőzni? Építőkockázni! Nézzenek oda! Ma népszerűek az építőkockák. Mindenki Emily mellé akar ülni. Emily, rakd az egyik kockát a másikra. Így. Jobb, ha egymás mellé pakolod őket. Ne, így csináld, Emily. Miau. Így kell csinálni, Emily. Ne, Emily, így kell. Mind segítőkészek vagytok. De Emily, te hogy szeretnél játszani? Nem is tudom. Talán így. Hű! Emily elefánt ügyesen épít. Jöhet a játék. Hurrá! Emily, van kedved kint játszani a többiekkel? Igen, van. Megmutatja neki valaki, hogy hol játszunk? Igen, Gazella néni. Fogok egy bélyegzőt, és lepecsételem őket. Nyúl bácsinak remek munkája van. Lepecsételhetek valamit? Természetesen, keresek neked egy papírt. Itt van papír. Talán inkább egy üres lapot adok. Tessék. Ma élvezi a pecsételést. Nekem tetszik Nyúl bácsi munkája. Menjünk tovább. A következő Cica néni asztala. Szia, Peppa és Zsoli! Jó napot! Az én dolgom alakzatokat rajzolni a kompjúteren. Aztán ki is nyomtatom az alakzatokat. Itt van még egy másolat. Köszönöm! Cica néninek is nagyszerű a munkája. Én is megpróbálhatom. Hát szerintem most Zsoli jön. Igaz, Zsoli. Most te dolgozhatsz. Zsoli kék háromszögeket rajzolt. Most kinyomtatom őket. Nekem tetszik Cica mama munkája is. Megmutassam az én asztalomat? Igen, kérlek. Ez papa malac asztala. Az én munkám igen bonyolult. Felírom ezeket a számokat, behelyettesítem őket, és mindenféle műveleteket végzek velük. Papa malac munkája nagyon fontos. Te is használsz bélyegzőt? Nem. Te is használsz kompjútert? Nem. Színes tollat viszont igen. Mindenki remekül érzi magát. Azt hiszem, itt az ideje, hogy szundikáljak egy kicsikét. Nagymami és a gyerekek nagy homokvárat építenek. Sok homokra van szükségük. Vödörrel készítenek bástyákat. A vár nagyon szép lett. Hurrá! Ideje hazaindulni. Ó, hová tűnt a hajó? Nézd, Nagyi! Ó, jaj, nagypapi elaludt, és a hajó elsodródik. Fel kell ébresztenünk nagypapit, kiabáljuk hangosan. Nagypapi! Ébredj! Ébredj!
Jaj, nagypapi még mindig alszik. Túl messze van, hogy meghalljon minket. Itt rekedtünk a kalózok szigetén. Hajótöröttek vagyunk. Talán 100 évre is itt rekedtünk. Ezen túl gyümölcsöt és magvakat kell lennünk. No, meg rovarokat, csigákat, csúszómászókat. Fúj! Megjöttek a szülők a gyerekekért. Hol vagyok? Jó napot mindenkinek! Jól éreztétek magatokat? Igen, de az a helyzet, hogy valamit ott felejtettem a szigeten. Rögtön jövök! Nézzétek! Ott van nagypapi! Megmenekültünk! Hurrá! Beszállás mindenkinek! Na hát, nagypapi malac, azt hittük, itt hagytál minket. Kérlek, ne haragudj, nagymami. Ígérem, legközelebb nem fogok elaludni. Ó, Zsoli, hol a sapkád? Haci! Zsoli megfázott. Haci! Ó, szegény Zsoli, lehet, hogy megbetegedtél. Ne aggódj, kihívom medvedokit. Itt medvedoktor beszél. Értem, dugják ágyba, és nem sokára ott leszek. Köszönöm, medvedoki. Viszlát! Zsoli kórházba kerül, és ott majd kap gyógyszert. Nem, csak ágyban kell maradnia. Ó, tehát akkor Zsoli igazából nem is beteg. Hüci! Fúj, ez gusztustalan! Ó, szegény Zsoli, le is fektetlek. Zsoli, neked most ágyban kell maradnod. Nem! Zsoli nem akar ágyban maradni. Hüci! Zsoli, nem jöhetsz ki, amíg jobban nem leszel. Miért? Azért, mert melegen kell lenned. Miért? Hát... mert medvedoki azt mondta. Jó napot! Hol van a betegem? Nyisd ki a szád, és mondd, hogy áááá. Zsoli egy kicsit fél. Peppa, te nagy vagy és ügyes. Megmutatnád neki, hogy kell azt mondani, hogy áááá? Hogy ne? Zsoli megfázott. Szüksége lesz gyógyszerre? Nem, de este igyon egy kis langyos tejet, ami segít elaludni. Köszönjük, medvedoki. Szívesen, viszlát! Én vagyok itt a várúr. Minden várba kell zászló. Van zászlójuk is. Nekünk nem kell vacak zászló. Itt van nagymami. Sziasztok, lányok! Hozhatok nektek valami? Igen, egy zászlót! És jobb legyen, mint a fiúk zászlója. Igyekezni fogok. Én vagyok itt a várúr. Ho-ho! Minden várba kell telefon. Fogjad! Ezt tartsd jó erősen, és beszélhettek a fiúkkal. Nem akarunk a fiúkkal beszélni. Mi sem akarunk beszélni a lányokkal. Nagymami talált zászlót a lányok várára. Ebből remek zászló lesz. Köszönjük, nagymami. Ez nem olyan jó, mint a fiú zászlója. Bárcsak mi lennénk a várban. Igen, a hercegnő kastélyokban élnek. Hogyha én hercegnő lennék, én lombházban laknék. Háló, átmehetünk? Léci! Csak ha azt mondod, hogy a vár a legjobb. A vár a legjobb. Én maradok a lombházamban. Nekem nagyon tetszik a vár. Ó, jaj, esik, és a várnak nincs teteje. Menjünk át a lombházba. Ne, én nem hagyom el a váramat. Ne.
és most mi lesz? Jó napot mindenkinek! Szia, Peppa! Megkaptad a levelet a partimról? Igen, és már válaszoltam is rá. Nagyon jó! Teringettét, milyen sok levél van ma? És ez itt az enyém, és nagyon-nagyon fontos. Nekem küldted, felbonthatom most? A te leveled, Zoé, de mielőtt kibontod, muszáj kézbesíteni, úgy szabályszerű. És mivel ma sok levél van, jobb, ha rögtön hozzákezdek. Zsoli és én is jöhetünk. Persze, pattanjatok be. Sziasztok! Peppa és Zsoli segítenek a postát kézbesíteni. Ez Zoé zebráék háza. Ennek a levélnek a címzettje Zoé zebra kisasszony. Zoé zebra kisasszony. Zoé zebra. Zoé zebra. Zoé zebra. Ha-ha, az összes Zoénak jött. Az az én levelem. Bedobhatom. Természetesen. Peppa szeret levelet bedobni. Mama, nézd! Ez a sok levél mind nekem jött. Ó, ez csodás! Elolvasnád őket, mama? Kedves Zoé, szeretnék elmenni a partidra. Deni kutya. Suzi bárány is eljön a partidra. És Rebecca, Pedro, Emily, Candy, minden jönnek hozzánk. Ez a levél pedig tőlem jött. Az van benne, hogy eljövünk a partidra. Sok-sok puszi Peppa és Zsoli. Mindenki megjött Zoé partijára. Boldog születésnapot, Zoé! Mennyi ajándék! Én tudom, Zsoli, hogy tud buborékot fújni. Mást a pálcikát a keverékbe, aztán emelt fel, és lengest. Buborék! A fuc úgy még jobb. Várj meg! Zsoli élvezi a buborék fújást. Peppa pedig a kipukkasztásukat. Imádom a buborékokat. Ó, jaj, elfogyott a keverék. Papa! Mama! Elfogyott a keverék. Ne aggódj, Peppa. Van egy ötletem. Mama, hozz egy vödröt, légy szíves. Már is, papa. Peppa, te hozz szappant. Már is, papa. Zsoli, te a régi teniszütőmet. Vödör, szappan, teniszütő. Mit csinál, papa malac? Először kell egy kis víz. Aztán szappan. Most pedig kérem a teniszütőt. Köszönöm. És most ezt nézzétek. Papa malac buborékfújó keveréket készített. És most gyertek! Vigyázz, papa malac, nehogy eles! Nem lesz bajom! Nagymami és nagypapi padlása a ház tetején van. Ez a padlás ajtaja. Hogy tudunk oda feljutni? Tudok egy jó trükköt. Sziasztok, picikéim! Szia, Nagyi! Gyertek föl! Ez a padlásunk. Hű! Teli van. Igen, régi kacatokkal. Peppa és Zsoli segít kidobni az összes limlomot. Helyes, először ezt a dobozt dobjuk ki. Azt inkább ne! Erre szükséged van? Az a hajómakettem. Hát erre? Az a másik hajómakettem. És ezekre? Az a többi hajómakettem. Mindre szükségem van. Hát valamit muszáj kidobnunk.
Dobjuk ki ezt a dobozt! Ne! A kalapjaimat ne! Ajaj, nem tudjuk eldönteni, hogy mit dobjunk ki. Megvan! Dönts el, Peppa és Zsoli! Jól van! Dobjuk ki ezt a régi táskát! Ó, azt ne! Ez nem akármilyen táska ám! Hanem egy lemezjátszó! És ez volt a kedvenc lemezünk? Feltehetjük? Igen! Ho-ho! Már évek óta nem hallottuk! Ho-ho! Micsoda nosztalgia! Rajta a Peppa és Zsoli táncoljunk! Ho-ho!